Vivian Fable kifeküdt az ágyamban. Harmadik rész. Az új nap milliónyi tennivalóval vár, ezért érthető módon nem örülök, amikor szokott reggeli hárpia hangulatomban egy fél hullát találok Martin hálószobájában. A hálátlan páciens láza tovább emelkedett, sérült combján vörösen feszül a bőr, és az egész láb duzzadtnak hat. Lebontom róla a kötést, és mivel nem vérzik, a friss gézborítást leragasztom. Egyetlen percig sem hiszem, hogy ez a láb megmarad. Már is leszögezhetem, hogy amputációt nem vállalok. Kezd kissé terhessé válni a különös beteg jelenléte. Ha már kórházba nem óhajt menni, legalább orvost hívhatnék hozzá. Elindulok, hogy beszerezzek némi gyógyszert. Koholt történetem megteszi a magáét. A gyógyszerész átad egy üveget, amelyben állítása szerint sebfertőtlenítő oldat található. Nyugodtan beleboríthatom a nagymama leesett tyúkszeme után maradt sebbe, bátorít. Akkor jó. A fickó egészségtelenül szendereg. Arcán lázrózsák keverednek a verés okozta tarka foltokkal. Fel sem veszi, amikor izmai közé nyomom az antibiotikumot és a lázcsillapítót tartalmazó injekciót. Az sem zavarja, hogy a tyúkszemápoló löttyöt belecsepegtetem a sebébe. Csak engem kavar fel, ami történik. Jól lehet, a gyógyszerész figyelmeztetett, a folyadék a sebbel találkozva pezseg és habzik. Ez így igaz, de elég hátborzongató látvány. Teát főzök, lelket verek a fickóba, és megitatok vele egy csészényit. Nem szívesen nyeli, hiszen belekevertem a rehidratáló port is, ami állítólag felér egy infúzióval, viszont határozottan rozsdásszög íze van. Aztán az ágy mellé tolt asztalkára készítek némi további gyógyitalt, egy tányér kekszet, és rohanok a dolgom után. Az éjszaka használt csészék egyikét zsebkendőbe csavarva magammal viszem. Az ujjam szakértő, máskor barátságos úriember, most gyanakodva pillant a csészére, onnan rám. Végül mégis beleegyezik, hogy a porcelánon lelt új lenyomat kilétét megvitassa a számítógéppel. Remélem, rövidesen tudni fogom, ki agonizál Martin ágyában. Ehhez mindössze az szükségelteti, hogy a fickó szerepeljen a számítógép adattárában. Tehát hamarosan kiderül, bűnöző-e. Ha nem az, akkor nem leszek okosabb egyelőre. De ezzel még nincs vége. Kipuhatolom, létezik-e sötétkék Ford Orionnal közlekedő őrmesterünk. Nem, ilyenről senki nem tud. Mivel az elmúlt éjjel látott markás arcú rendőr fegyvert viselt, feltehetően szolgálatban volt. Nem ügy. Átnyálazzuk magunkat néhány száz tegnapi ügyeletes adatain. Végül megizmosodik a gyanúm, hogy az egyenruha állöltözetként szerepelt egy általam ismeretlen műsorban. Valószínűleg ugyanabban, amelyben a vadállatfogsorú idegen összeveretett és lelövetett. Ebben az irányban is puhatolózom. Agyam belezsibbad a kitalált ürügyekbe, melyekkel az éjszakai eseményeket, bejelentéseket rögzítő naplók anyagát tanulmányozom. Az egyenruhások egész éjjel zsugáztak. Egyszer vonultak ki utcai verekedéshez, egyiküket meg is tépázták az önfelett renitáskedők. Ez egy szimpla kocsmai zűr volt, nem az én vendégem műfaja. Semmi több. Az ügyeletesek hajnalban kórházba vitettek egy lányt, akinek nem volt szerencséje újdonsült férfi ismerősével. Unalmas éjszaka volt. Felmegyek az irodába. Köszöntöm a jelenlévőket, és két adagnyit megiszom a Lacó főzte bitangerős kávéból. A káboly kialvatlannak látszik. Szórakozott képpel csüng a telefonon, érdeklődés nélkül hallgatva a vonal túlsó végén csevegőt. Az illető talán soros szívehölgye, talán nem. Lacó naponta órákat telefonál, és mindannyiszor unottan. A kicsi Ackerer most sem vesztegeti a szót, de ezt máskor sem teszi. Sörök forog a modern bútorokkal berendezett irodában, és egyáltalán nem úgy fest, mint valami nyomozó. Inkább könyvelőre emlékeztet. Aktákat nyálaz, feljegyzéseket körmöl. Megint megfogadom, hogy alkalomattán barok neki egy pár könyökvédőt. Danelt könyököl. Álla már-már az előtte toronyló írógépre zuhan, táskás szemeit kinnal tartja nyitva, olykor megmozdul, és előre szegezett jobb mutatójával egy, azaz egy betűt leüt a klaviatúrán. Ezután megint hosszas merengés következik, végre újabb betű lát világot. Füstöt pöfékelve gyönyörködöm bennük. Régen egy rozzant épület szűk irodájában szorongtunk kétszer ennyien. Különös nosztalgia fog el. Akkor voltam fiatal.
Lacó befejezi a kapcsolattartás mára előírt szertartását, és a kagylótól elválva rágyújt egy kaporálra. Te Denisa, mondja, marha jó buli voltám az éjszaka. Később megjött Delgado és Gatti, leráztuk a két kövérnőt, és remekül mulattunk. Ez látszik rajtatok, Donald egyenesen extatikus állapotban van. Donald megmoccan, rábök egy betűre. Menj be a főnökhöz, a kábítószer ügyről szeretne beszélni veled. Lacó ezzel elvégezte kötelességét, újra a telefonkagylóért nyúl. Nincs kábítószerügy, semmire sem jutottam. De ezt este már megbeszéltük. Emlékeztesd erre a főnököt, nekem most rohannom kell. Ezt is teszem. Kábítószerügy? A megbízás keltezése óta egyetlen nyomra bukkantam, evégből hasaltam a szírtetőn oly kitartóan. Aztán azt a ványat kis nyomot is szétlőtték a sziklák között rejtőzködő banditák. Nem gondolom meg magam, nem számolok be a tegnap történtekről. Inkább felkeresem Quasimodót. Az úriemberről illik tudni, hogy mogorva unokabátyja. Szilva mag alakú, ám de kék szemei ezt kétségtelenné teszik. Valaha nyomozóként működött, majd sajnálatos balesetek folytán nyugdíjba készerült. Felvette a szép csengésű Quasimodo nevet, az eredetire senki sem gondol már. Quasimodo torz vállal, egyik lábát kissé húzva, bőrstekintetű nyomorékként jön-megy a városban. Tevékenységével támasztott néhány legendát, köztük a Justícia kommandójét. Quasimodo lakásába lépve átkelek a csupasz parkettán, elfoglalom a felkínált helyet, visszautasítom a forró teát, és rögtön ezután a házigazda torkának ugrom. Tekintetbe véve, hogy ő soha nem kímélt engem, talán épp ennek köszönhetően értem el eredményeimet, most én bánok vele kíméletlenül. Vén pletykafészek vagy! Te, aki feltűnés nélkül jártad a várost, hirtelen ezeret veszítve szétkürtölött, hogy miben mesterkedünk? Mondd nyugodtan, sántikálunk. Ezzel lábát húzva a szamovárhoz vonul. A mániáik, ez is valami családi agybaj lehet náluk. Az unokabácsi szamovárja, az ifjabbik őskori kávéfőző lombikja. Mi a fene vonz hozzájuk? Ne beszélj félre, Quasimodo, kintba hoztál a pletykálkodásoddal. Most jön a java, tódítja. Lenyeli a tűzforró teát, szempillája sem rezzen tőle. A Donna Lucélia de Martinhoz nem nyert. Abszolút semmi izgalmat nem tapasztaltam a környéken. Semmiféle nyomot nem szereztem neked, egy pici, jéghideg nyomot sem. A hajó kirakodott, berakodott, horgonyt szerett, távozott. A ragadás közben pár tengerész a környékbeli csehóban tivornyázott. Piáltak, nőztek, slussz. Lehet, hogy jobban lelkesített volna a megbízásod, ha közelebb itt tudatsz velem, ha nem sejtem mögötte szokásos szuicid hajlamodat. Légy felnőtt, Denisa, átéltél egyet s mást. Mondd meg kereken, hogy nem akarsz segíteni nekem. Nem hiszem egy szavadat sem. Ha te keresel valamit, akkor megtalálod. Ha ráharapsz valamire, nincs menekvés előled. Ne hivatkozz halálra és más blödségekre. Mást felültethetsz, engem nem. Oké, Denisa, nézd rám. Megnyomorodtam, megfizettem érte. Öreg vagyok, de a legfőbb baj az, hogy annak is érzem magam. Egy öreg ember pedig hajlamos némi hisztériával átélni az érzelmeit, például a szeretetet. Szeretlek, Dan. Így tehát most megmutatom neked az ajtót. Dolgozz a társaiddal, és ha azért lesz rám szükség, mert együttesen sem boldogultok, újra számíthatsz rám. Nem akarok felelni azért, ha történik veled valami. És miért éppen veled ne történne? Ezt a szeretet mondatja velem. Remélem, nem kell belemennem a részletekbe. Úgy is tudod, miről beszélek. A nyavalygásig még nem jutottam el, viszont egyre gyakrabban elfelejtem begombolni a nadrágomat. Szklerózisnak hívják a bajt. Lehetnek szeszélyeim, rászolgáltam. Nem értelek, sóhajtom. Felémlök egy pohár italt, elfogadom. Gyanakodva figyelem az arcát, mint azt várnám, mikor neveti el magát. Kék szemei láttán erősödik bennem a rossz érzés. Quasimodo nem viccel. Értesz, feleli szigorúan. Nagyon jól értesz. Tudod, hogy a magány tett justíciává, és mint justícia, számtalan barátot találtam. Elkötelezett vagyok. Ragocsos kötelék a szeretet. Éppen eleget ártasz magadnak. Nem segítek, hogy tetézhest. Idd meg a serkentődet, és tűnj el. Quasimodo, te éppen olyan megáltalkodott hülye vagy, mint mogorva. Nem vagyok kíváncsi az ásatag beteg felfogásotokra, az úgynevezett törvényeitekre. Igazad van, elmegyek a fenébe. Sajnálatod, hogy ellőtted a hajót. Talán elvezetett volna a kukó királyhoz.
Közülünk te vagy az egyetlen, aki valaha is találkozott vele. Ha akarjuk, neked elhisszük, hogy létezik. De az sem megy ki a fejünkből, hogy a vele való találkozás az életedbe kerülhetett volna. Rávágom az ajtót, nincs időm vitatkozni. A Kogó királlyal való találkozás nem került az életembe. Jóformán semmibe sem került. Kétszer leütöttek, ez minden, de a kettő között láthattam a legendás bűnözőt, hallhattam a hangját, és nem mentem vele semmire. A fickó színarany protézist viselt a szájában, halvány pocakján hawaii ink domborodott, nem állt rá az alkura, amivel felkerestem, de megkímélte az életemet, és ez is valami. A kábítószer azóta is soha nem látott méretekben özönlik az országba. Egy napon a 8 éves Ella is preparált cigarettával jött haza az iskolából. Hüledezve bámultuk. A finomságot egy férfi kínálgatta az utcán. Quasimodo után másik segítőmet kerített sorra. Az illető hihetetlen figura. Egy vadállat, egy gyermek és egy szakképzett bűnöző keveréke. Külsejesen közönséges. Zömök termetek, kiálló feneke, a kedvelt pamut melegítőn átsejlő pattanásai, eszméletlen kaméleon kancsalsága nem mindennapi látványossággá teszi. Teljesen véletlenül tettem szert az ismerettségre. A fickó néhányszor megmentette az életemet, mogorvájét. Segítségével vívtuk meg a feletenetlen háborunkat egy gengszter bandával. Sid a megbeszélt helyen vár. Vidáman ücsörög az éttermi asztal mögött, és ha már itt van, véres húst eszik, valószínűleg irántam való figyelmességből. Amikor fintorogva mellé telepszem, megcirogatom kemény szálú haját. Rám vigyorog, előveszi a melegítő zsebéből a fényképekkel kitömött borítékot, és elém hajítja. Páran felismerték az egyik mandrót, azt, amelyiknek fülbe valója van. Pity Killer pár garasért az édesanyját is hasba lövi. Volt neki egy haverja is máskülönben, ennek Bonzo a neve, illetve csak így ismerik. Pártállás nélkül bárkinek dolgozik. Kerest fel, hát ha lesz valami meséje. Máskülönben elárulnád, miről van szó? Hát ha ennél többet is tehetek, érted? Ismered Szidet, szívesen benne van a jó balhékban. Még nincs semmilyen balhé, Szid. Ha kell lesz, szólni fogok. Elrákcsálok egy szendvicset, leöblítem tonikkal. Szid is tonikozik. Fennen hirdeti, ő nem iszik, nem dohányzik, nem narkózik. Nem szívesen néznék utána, hogy mégis mit csinál. Kaméleon kancsasságú informátorom defészkelte magát a szívem melegébe. Találkoztam a mandróddal, duratja hirtelen. Fizetek, cigarettára gyújtok. Nyilván nem véletlenül, ugye? Miért? Azt hitted, totál fából faragtak. Nem semmi volt, amin átmentünk valaha a mandróddal. Azokat a vérbálokat látnod kellett volna. Tudom, most következik a motivumok kidomborítása. Ebben Sid nagymester. Évezettel ecseteli a legapróbb részleteket is. Amikor megismertem, szúrt sebet viselt a lábán, a sebben drin, mely a váladék elvezetéséről gondoskodott. Büszkén mutogatta sérülését, beszámolt róla, hogyan jutott hozzá, de attól sem riadt vissza, hogy a fél percre elforduló orvos háta mögött, a kedvemért, egy lezser mozdulattal kirántsa magából az egyébként két varattal rögzített csövet. Élvezi, ha másokat ájuldozni láthat. Nos, nem bánom, végighallgatom a vérbálok részleteit, nem először, de legalább újra hallok a régmúlt eseményekről, melyekben sajnálatos okból nem vettem részt. Ha nem mondod, azért én még tudom, hogy a Kokó királyt keresed, közli végezetül, teljesen váratlanul. Örök harag? Kérdezem. Felvonja a vállát. Én megtértem, már nem dolgozom a Kokó királynak, máskülönben. Rossz hírbe hozott, amikor kiderült, hogy nektek segítettem. Meg időbe tellett az is, míg a lábfejem rendbe jött. Már nem gennyes, szögezem le, hogy elejét vegyem a részletezésnek. Néha még meggyűlik, de egy kamillás doszkötés csodákat tesz. Próbáld ki, ha arra kerül a sor. Úgy kicumizza a sebből a trutyit, mint annak a rendje. Szid, most ne! Miért affektálsz? Tehát gyereket vársz? Még használt veheted a tanácsomnak. Ott hagytam abban máskülönben, hogy találkoztam a mandróddal, és amikor rákérdeztem, arra kért ne beszéljünk rólad. Mit mondjak, azóta sem vagyok magamnál. Magam láttam eszemetnek a mandrót, amikor úgy volt, hogy felrobbantottak a helikopterrel. Már mindenki azt hitte meggárgyult, mert tűvé tette érted a tengert, a szigetet. Máskülönben ezt azért mondom, mert ezután nehezen emésztem meg ezt a lamúr szünetet. Na jó, hagyjuk. Ha hallok valamit, felhívlak. Ezt a Bonzo nevű mandrót esténként az El Diablo bárban találod meg. Vigyázz vele, kidobó ember. Spenótot cuccilozott már az anyja melléből is. Kösz, nem hallottál valamit tegnap éjjeli balhéról?
Sid az elmaradatlan Bruce Lee mozdulattal elhúzza a hüvelyk ujjpárnáját az ajka fölött, és elvigyorodik. Bal szeme a tányérján maradt vérfoltra, jobb szeme az orromhegyére szegeződik. Tegnap éjjel én egy kis csajjal hancúroztam az ágyamban. Ahogy azt tátotta a száját a szövegemnek, hát az nem igaz. El nem hinnéd, mennyire buknak rám a nők. Az lenne a csoda, ha nem buknának. Ha valamit hallasz egy tegnap éjszakai botrányról, bármilyenről, meghallgatom a mesédet. Van egy meséd, amire meg én váltanék jegyet. Ebben maradunk. A páciens láza alig csökken. A lába sem kevésbé aggasztó, mint reggel volt. Újabb injekcióval kedveskedem, tyúkszemértót öntök a sebébe. Megitatom, alig fullad bele a teába. Mivel kezdem unni a vendéglátást, megpróbálom visszacsalogatni a tudatát. Hol vagyok? Kérdezi kábultan. Kórházban, felelem hirtelen, egy kedves nővér mosolyával. Aztán belátom, hogy hallgatni bölcsebb lett volna. A lázbeteg kevés hiány kiszalad az ágyból. Sebe felfakad, a nert lepedőre vérömlik. Hangosan szabadkozom, csendesen átkozódom, de ha már úgyis ágynemű cserére kerül a sor, megpróbálom a beteg értésére adni, hogy kénytelen leszek lemosdatni, és míg ezt véghez viszem, megbeszélhetnénk a továbbiakat. Talán még emlékszik, tegnap éjjel kiszedtem a golyót a lábából. Ha még mindig nem hajlandó kórházba menni, holnap éjjel nem amputálom a lábát. Meg fog halni, mondom bátorítóan. Valamivel éberebben figyel rám. Mint a feltisztulna a tekintete, elmosolyodik, és nem is túlzottan erőlteti. Ne haragudjon rám, nem is tudom, miért teszi ezt velem. Természetesen meg fogom fizetni a fáradozását. Most ki kell mennem, segítene? Egy percig döbbenten meredek rá. Az imént még hálni járt belé a lélek. Most szabatosan fogalmazva értésemre adja szükségleteit. Nem utasít, kér. Segítek, kisántikálunk az előtérbe. A megfelelő ajtóból méltóság teljesen visszaküld. Nem tágítok, az innenső oldalon strázsálok. Ezután belépünk a fürdőszobába. Voltak éppen csak annyi a dolgom, hogy asszisztáljak, ne engedjem elesni. A vízsugár alatt leszappanozza, majd leöblíti magát, mindvégig hátat fordítva, enyhe zavarral. Természetesen elejti a szappant néhányszor, s még felszedegetni próbálja, rálép, megcsúszik rajta. Megunom. Nem tudom, hogy hívják magát, Mister. Megkérem, ne tördelje össze a csontjait ezzel a kabaréval. Nyugodt lehet, százával láttam életemben pucérpasasokat. Lazítson, bátran megfordulhat, kijöhet a tus alól, fejreállhat. Nem fogok visszaélni a helyzettel. Szónoklatom megnyugtatja. Amikor végez a lubickolással, a vállára hajítom Martin fürdőlepedőjét, és visszatámogatom a szobába. Letelepszik egy székre, amíg rendbe teszem az ágyneműjét. Ki maga? Kérdezi. Ő. Nem gondolja, hogy engem ugyanez a kérdés foglalkoztat? Miért nem akar kórházba menni? Valósággal megszigorodik. Úgy fest, mint egy iskolaigazgató. Rossz kérdés, ne ismételje meg. Kilétem, ugyancsak elhanyagolható. Fogjuk fel úgy, hogy üzleti kapcsolatban állunk. Megfizetem, amit értem tesz. Ha magának fontos, hogy nevem legyen, tessék, adjon nevet. Mit mondjak, hálás, kedves fickó? Dohogva bekötöm a lábát, talán századszor. Előtte térdelek a szőnyegen, ő a fürdőlepedőt tógájába burkolózva ernyetten tűri a procedúrát. Eltekintve a bőrét színező egy-két folttól, jelenleg elfogadható az arc kifejezése, már-már barátságos. Talán, ha kevesebb lenne körülötte a bizonytalanság, férfiként is szemügyre venném. Kis töprengés után eltökélem, hogy újabb sok terápiában részesítem. Mindenek előtt befektetem az ágyba. Megitatom, betakargatom. Aztán mellé ülök, hogy megfoghassam, ha el akarna szaladni, és rámosolygok. Nos, nekem nincsenek titkaim, de nézem rá a nevem. Érdekli a foglalkozásom? Jaj, ne, sóhajtja. Talán bocnok? De talán állatkitömő? Karnyelő? Zsaru vagyok. Feszülten figyelem az arcát. Mékék szemei nem moccannak, szája feszesebbre vonódik. A következő pillanatban félmosolyt villant fel. Ez az én formám. Gratulálok, kifogtuk Amerikát. Talán észrevette, hogy kikészítettek egy kissé. Kéri a golyót, ami a lábában volt? Elteheti emlékbe. Figyeljen rám, volt egy vitás ügyem, amint látja elintéződött. Ne törődjön velem, amint lehet, elmegyek. Legyen türelemmel pár óráig. Összeszedem magam és elmegyek. A fizetségről sem feledkezem meg. Mit mondhatok még, kénytelen hinni a szavamnak?
A kórházba megy, rutinszerűen bejelentik a lőtt sebet, gondolom, ettől tart. Megmondom magának, mitől kell tartania. Ha nem megy kórházba és nem röntgenezik meg a lábát, sosem derül ki, hogy még egy golyó van abban a sebben, esetleg éppen a csontban kucorog. Ha sokáig ott kucorog, maga meghal. Talán nem éri meg, hogy lerohadjon a lába, előbb kinyúl szepszisben. Volt már lázas? Kérdezi a fickó. Valósággal felélénkült az elébe tálalt horrortól. Elvesz egy kekszet a tányérról, és fanyalogva beleharap. Mint a tüzet gyújtottak volna a koponyámba. Szédülök, lassabban beszéljen. Ki maga? Mi történt? Vérét akarták ontani. Miután a kocsimba tuszkoltam, jött egy fordos ipse, és az a gyanúm magát kereste. Lehetetlen helyzetben vagyunk, értse meg végre. Nem segítség, amit eddig tettem. Ez idáig csak a kíváncsiságom vezérelt. Ennél többet is tehetnék, ha elmondaná a sztoriát. Ez a dolgom. Kérem, mondja, és megfogja a kezemet. Mindent megkaptam magától, amire rászorultam. Már nem rabolom sokáig az idejét. Az imént figyelmeztettem, hogy nem javul a lába, sőt. Mit akar egy lőtseptől? Mégsem forhat be néhány óra alatt. Ne is nézzen rá. Nincs valami embernek való étel ebben a házban. Utálom a kekszet, és nincs gyomorlövésem, fekélyem. Nocsak, fizikailag hanyatlik, ugyanakkor szellemileg élénkül a páciens. Egy percre újra megtetszik a rejtelmes ismerettség. Vacsorát készítek, nem diétásat. Közben megbízom az automata mosógépet a szekérderéknyi ágynemű kitisztításával. Teát főzök, elszívok egy cigarettát, lehajtok egy narancsos gin, felszolgálom az ételt. El kell mennem, mondom végül. Egy percig tűnődik, majd így szól. Bízom magában. Van esze, az ilyen kijelentés kötelez. Természetesen engem. Mielőtt beleköthetnék, folytatja. Nem fejezte be, mi történt, miután betuszkolt a kocsiába. Jött egy ipse, kék forddal, rendőr egyenruhát viselt, benézett a kocsimba, de nem látta meg magát. Amikor fékeztem, maga az ülés elé gurult, sötét volt. Bólint, ujjai hátával végig simogatja az állát, rám vigyorog. Nevezzem Marcelnek. Látom, zavarja, hogy nem tud megszólítani. Maradt még néhány zavaró körülmény, például a rendőr a Forddal. Újra bólint. Nem rendőr volt, engem megtévesztett. Maga jóval dörzsöltebb. Megtudott róla valamit? Semmit. Ő viszont megnézhette a kocsim rendszámát. Meglebentettem előtte az igazolványomat, tehát azt is tudja, hogy zsaru vagyok. Amint elváltunk, ő behajtott az utcába, ahol magát felszedtem. Talán közelebbről is megvizsgálta az úttesten lévő nedves foltot. Nedves folt? Micsoda szégyen! Megkínálna egy cigarettával? Nem tudom, említettem-e, lerohadó félben van a lába. Testhőmérséklete 39-40 fok körül lehet. Szívjon egy cigarettát, de lövöldözni ma este már nem mehet el. Marcel mosolyog. Tekintete lassan elfátyolosodik, szeme fehére vérhálóssá, rózsaszínűvé sötétül, nem a meghatottságtól, a láztól. Igaza van, Daniel, mondja. Deniza. Akkor is, mint a tüzet raktak volna a fejemben. Kábult vagyok. Nem mondom, hogy rossz érzés, inkább különös. A szégyenteljes nedves foltnál vágtam a szavába. Mivel az út teljesen száraz volt, a fordos ipse kiszúrhatta a reflektorfényben a nedvességet, és ha vette a fáradtságot, megnézhette közelebbről is. Megállapította, hogy vért lát, a magáét természetesen. Itt újra eszébe juthattam, hiszen ebből az utcából jövett, találkoztunk. Nem volt rá esélye, hogy utolérjen. Talán nem emlékszik a rendszámomra, miért is nézte volna meg korábban. De ha elszálltan keresi magát, akkor a nyomomra akadhat. Miért ne? Izgalmas, bólint, szinte ridegen. Nem veszi észre, mivel rémítgetem? De, gondolkozzon, Daniel. Az ipse látta maga igazolványát, ha nem is túl közelről. Tudja, hogy zsaru. Mire következtet ebből? Arra, hogy kórházban, netán börtönben vagyok, nem de? Marcel tényleg azt hiszi, hogy olyan sokáig tart, míg az ipse ide talál? Marcel eloltja a cigarettát, lejjebb csúszik a párnán, karjával elfedi a szemét. Alszom egyet, maga aztán ki tudja facsarni az embert. Tudna adni egy oltást fájdalom ellen? Megkapja. Aztán megtekintem a sebét, és mert nem szeretném, ha a nyakamon maradna, lekezelem a tyúkszemírtóval. Úgy látom, kevésbé feszült combján a bőr, a duzzanat is lohadt valamennyit. De talán csak a vágy láttatja ezt velem. Elfogulatlanságom elveszett, Marcelnek szurkolok. A lábának, hogy megmaradjon, elmehessen rajta. Ha üldözik, futhasson. Nem tiszta a lelkiismeretem,
amikor behúzom az ajtót magam mögött.